A videó végső soron nem egy merőben új dolog, hanem egy kiterjesztése és kiterjesítése annak, ami a kinematográfikus vállalkozásokban, kezdve a néma filmtől, a hangos filmen, az avantgárd filmtől, a televízióig, eddig történt, egy kiterjesztése, felszabadítása annak, ami a kinematográfikus vállalkozásokban, mint nyelv, mint szabad közlésrendszer benne rejlik. Szóval ezt teszi végső soron a videó számunkra lehetővé, mint alkotó eszköz, a hozzáférés az eszközhöz, mint alkotási eszközhöz, és mint terjesztési eszköz is. Mi a videó? Először is a szabad gondolkodás, játék és a körülmények által alig gátolt expresszió vonzása, írta Bódi Gábor az 1980-as évek elején. Mintegy 10 évvel korábban, 1973-ban Magyarországon elsőként alkalmazott videót művészi összefüggésben, ahogy ma mondanánk, két zártláncú installációt állított fel egy filmfelvétel kedvéért, és hogy tanulmányozza a visszacsatolásnak nevezett jelenséget. A felvétel részben a Filmiskola című munkájában, részben az 1975-ben a Balázs Béla stúdióban befejezett négy bagatellben látható. A modell az alapja 1974-es előadásának, mely Kép és tükör, ismeretelméleti kérdések egy szemiotikai kísérlet kapcsán címmel Tihanyban hangzott el egy tudományos konferencián. Ne feledjük, Magyarországon ekkoriban a videóról legfeljebb műszaki lapokban lehetett olvasni, természetesen nem művészeti vagy filozófiai összefüggésben. Később Végtelen kép és tükröződés címmel publikálja a szöveget, mely máig érvényes, inspiratív elméleti megállapításain túl azért is lényeges, mert Bódi Gábor gondolkodásának, mozgókép felfogásának alapjait jelenti.